Sziasztok! Itt vagyunk Harsanyi Leventével, aki a Trendtalk következő vendége. Szia Levente, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Elsőnek is a legfontosabb, hogy vagy? Rendbe jöttél a műtéted után? Hát én most már úgy érzem, hogy lassan nyugdíjaztatni kéne magam, hogy jó vagyok, de egyébként tök aktuális a kérdés, köszönöm szépen, mert kétszer hagytam, hogy a testembe idegen személybe nyúljon és bármit is tegyen. Orvosokról beszélek természetesen. Egyszer volt egy lágyéksér műtétem, most pedig egy epekő műtét után vagyok. Nem epekőben műtöttek, mert az elég nehéz lett volna a kis kővel felvenni a testem. Viszont kivették az epekőt belőlem, és most már egyébként tök jó. Most éppen a műtét utáni harmadik hétben vagyok, úgyhogy most már lassan-lassan lehetne ennem innom olyan dolgokat is, amiket szeretnék, de még nem lehet. Megkínáltatok nagyon sok minden finomsággal, de még nem tudok vele élni, de ha teljesen meggyógyultam, akkor visszajövök, úgyhogy tegyétek el létre. Jó, elrakjuk mindenképpen. Ugye a hírek is innen származtak, hogy az Instagramon föltettél egy fotót, és az lenne a következő kérdés, hogy miért csak Instagramon vagy elérhető? Az nekem egy nagyon gyors, meg lendületes, meg ugye ott be a bizonyos korlátok közé szorítják az információt, ugye egy percet tehet fel az ember, ha valami filmes mozgóanyagot szeretne, egyébként meg a képeket nézik az emberek, valamelyest véleményezik, és utána mennek tovább. Szerintem a közösségi médiának ez egy olyan felülete, amit nekem már 47 évesen bőven elég kihasználni. Facebook és társaival nem vagyok olyan jó barátságban, az már nekem egy kicsit lassabb, mint az Instagram, ez gyorsabban forog, sokkal könnyebben és gyorsabban tudok információt átadni, amit én szeretnék, de megvan őszintén, hogy igazából szinte csak a humorról talán időzzük egy pár percet ott mindig, mert nagyon magas, mély gondolatokat azt hiszem pont ezeken a felületeken nem lehet tenni, de mondom ezért, nagyon gyors és könnyen kezelhető, nekem tetszik. És mostanában egy kis arculatváltásra ment át az oldalad, mert felkerültek a külföldi videók. Ez úgy minek köszönhető? Annak köszönhető, hogy ezek én nagyon jókat röhögök, hogy nevetek, és én szerintem az életünk egyik fontos eleme, egyik szinte lételeme az, hogy humor és hogy nevessünk. Nem véletlenül jelölt meg ugye a hölgyek, hogyha az ideális férfiról beszélnek, akkor szinte az első vagy a második mindig a humor. De szerintem ezt tart életben, illetve meghosszabbítja az életünket, és nem szerettem volna megfosztani azokat az embereket, akik mondjuk azokat a külföldi oldalakat nem tudják valahogy megtalálni, amiket én véletlenszerűen megtaláltam, és ami nekem tetszik, azt tovább lököm, de ahogy látom, azért nagyon sokan vagyunk ebben a jó értelembe vett ilyen hülye csapatban, tehát szeretik a viccet, úgyhogy ezért. De egyébként magamból is szoktam néha-néha feltenni. Én nem vagyok annak nagyon a híve, hogy csücsörítve álljunk valahol, és egyébként azt figyeltem, mert az összes ilyen selfie-n, nem az összes, de legalább 70-80%-ában valahol hátul van egy konnektor. Már nézd meg, ez tök jó, hogy csinálják a képeket, és valahogy belekezd egy konnektor a képbe. Na mindegy, én ezeket keresem, a konnektoros képeket, a csücsörítős dolgokkal, meg személyekkel, meg nagyon tartalmatlan dolgokkal, én nem vagyok nagyon partner, de ez az én véleményem, mindenki nyilván azt szeretne kedve éppen amit, úgyhogy én a humoros, és ahogy mondtad, most már külföldi oldalról átvett videókat is lököm erőteljesen. És lesznek még majd fent játékok? Mert ugye volt egy tárgyfelismerő játék, illetve most egy zongorás, hogy még várhatunk? Abszolút, a zenével is szeretnék dolgozni, meg van, akinek tartozom ugye ajándék átadással, például a jelesül te volt az egyik győztes, azt is nagyon szeretik az emberek, aminek én nagyon örülök, hogy és ez tényleg egy jó visszaigazolás, hogy egy picit azért el kell gondolkodni valamin, egy picit agyalni kell egy megfejtésen, akkor abban a szíves örömest vesznek részt, tehát nem csak kifejezetten a valaki refinkedés önmagát, de mondom, az is jó, csak hogy azon túlmenően is legyen valami, de lesz. Tehát most a zenés felismerős játékot szeretném. Ugye én hivatalosan kineveztem magam Magyarország első bor zongoristájává, úgyhogy nem is bár, hanem inkább bor, és én borkóstolókon fogok részt venni. Ez részint vicces is alapvetően, részint én nem vagyok zongorista, bár tanultam zongorázni, de hát nyilván közöm nincs azokhoz, akik ténylegesen jól játszanak. Viszont egy borkóstoló alkalmával, amikor az emberek egy idő után egy olyan helyzetbe kerülnek, ahol már gömbölyű talpú cipőben vesznek részt az eseményen, tehát nem nagyon emlékeznek arra, ami van. Ott viszont tök jó, hogy én játszom, mert úgysem emlékeznek rá, hiszen mindenki tök részegen megy haza, vagy félig. És akkor utána megkérdezik, hogy te ott tud a harsány? Nem emlékszem. És játszott? Arra sem emlékszem. Viszont én a tisztelet díjat felveszem, és amíg ott éneklünk, és elég interaktív módon ők is beszálltak az éneklésbe, addig jól éreztük magunkat. Úgyhogy a zenével is dolgozom. Most legalábbis próbálom. Most feltettem egy
számot, vagy kettőt, és mert senki nem ismerte fel, így van esélyem egyszer megtanulni zongorázni. De így jó, mert legalább érted, de köszönöm viszont, mert sincs az eredeti számmal, mondjuk részben igen, de más stílusban, más hát BPM-szer, más gyorsaságban is játszom, és ezért nem annyira könnyű felismerni. És miért pont a média világát választottad? Figyelj, ez tök véletlen. Én hiszek a sorszerűségben, azóta eléggé fatalista vagyok, és az életemben ez nagyon sok mindent meghatározott, hogy amire rákészültem, amire nagyon-nagyon oda tettem magam, amit nagyon vártam, de ez a magánéletben is így volt, akkor soha nem jött össze. Ha embertelen ruhákban, hajjal, illattal, órában, haverokkal, legjobb helyen mentünk, iszonyat autó, megálltunk, és itt vagyunk, soha senki, anyámmal jöttem össze, mert véletlen ott volt. De amikor véletlenszerűen mentem valahova, ilyen autómosó cuccba, kiesett táskás szem, nem tudom, akkor meg úgy összejöttek a társak, a partnerek, most ez magánéleti részem. De a médiát kérdezted, úgyhogy az is ugyanígy alakult, mert én vendéglátóipari szakközepet végeztem, és utána pincérként dolgoztam több helyen, és az egyik helyen odajött Pörzse Sándor, aki akkor TV3 szórakoztató osztálynak volt az igazgatója, és kialakult egyfajta haverság. Közben kiderült azért egyik nagyon barátom, az ő feleségével dolgozik, fogtechnikus fogorvos vonalon, és meghívtak egyszer hozzájuk egy házi buliba, ahol hát erőteljesen azért megküldtem a whisky kólát, és egyébként sem szoktam magam visszafogni, de akkor meg aztán pláne. És emlékszem, mondta a végén, a házi buli végén, hogy lesz 3 hét, majd 1 hónap, ma újra egy ilyen buli náluk, és gyertek, és mondta a haveromnak, a barátomnak, és hozd a gülűszemű haverodat is, az voltam én. Akkor ennek nem örültem, de most már nincs ezek gond. Na mindegy, és aztán visszamentünk, volt még egy buli, és kialakult egyfajta haverság, barátság, és ő kért fel az Aszfaltbetyár című műsorra 96 márciusában, és azzal indult az egész. Azt se tudtam, hogy eszik, hogy isszák, hova kell nézni, hogy kell beszélni, semmit nem tudtam. Mondta, emlékszem a Sanyi, hogy menjél ki, majd megyek, segítünk. Kimentem Váci utca, ugye Budapest, forgalom, minden, ott áll egy kamerás rác, meg még egy, meg jött egy hangmérnök, feltették rám a portot, a hangot, mindenki hallja, mondom, és jellémet valaki, csapó, és akkor tessék. És mondom, mit? Hát mi? Te olyan vakság, ez valami hihetetlen volt, és azt az 1-2 hónapot azt senkinek nem kívánom, de valahogy elindult, aztán utána éreztem, hogy itt hogy baj lesz, és aztán fél éven belül jelentkeztem a Szegedi Tudományi Egyetemre, a bölcsész szakon végeztem, és aztán kommunikáció elméletet tanultam, és aztán ott azt elvégeztem közben, hogy ez mégis legyen valami rálátásom az egészre. Ma már azt gondolom, hogy szinte egyedül vagyok a szakmában, akinek van végzettsége, zárója bezárva, de azért ez nekem jót tett. És akkor így elindult ez a médiás vonal, a médiában való szereplés, és nem is tudom, hogy hol nem szerepeltem, vagy mi nem voltam. Tehát cirkuszban nem voltam ló, de ezt leszámítva mindent kipróbáltam, mindent szerettem volna, és már nem készültem ezekre úgy annyira, ezért azért utolértek a felkérések, aminek én örültem. Majd szoktam mondani, inkább őszinte vagyok, mint alacsony, és éppen azért ez elején még nagyon jó volt, meg jött mondjuk a vicces fiú, és akkor hívjuk, és én nagyon nagy örömmel mentem, és vettem részt. Mindenben aztán persze később letisztítja az ember önmagát, tudja, hogy körülbelül mit szeretne. Például Adi szavaló versenyt azért nem vezetnék meg, ahol nem szerepelnék, de minden, ami mondjuk zenével és humorral kapcsolatos, azt örömmel fogyasztottam, és fogom is. Ugye vagy jelenleg is műsorvezető rádióban is, illetve televízióban is. Melyiket szereted jobban, a rádiózást vagy a televíziózást? Hát mindig más és más. Én tévével kezdtem, de időközben ott a rádió. Pont a tévés műsor adaptációja, ugye volt az Aszfaltbetyár, az első rádiós műsoron Telefonbetyár volt. Hát a rádióban be lehet menni embertelen hajjal, szőrösen, csipás szemmel, és így, és akkor is magad tudod adni. A tévé egy picit komplexebb sztori, mert ugye oda az ember megérkezik, bejön, itt is volt egy smink, ugye hajat varázsolt, ruhát kaptam, minden érted, kontaktlencsét betettük. Tehát hogy minden legyen egy ilyen összkép, ami kifelé tetszetős lehet adott esetben, meg a tévében. Ott azért nagyon-nagyon kell figyelni minden egyes momentumra, minden egyes pillanatra. Nem, mint hogy a rádióban, nem, az egy felépített műsor, de hogy a tévében mondom, tehát a külsőre, a belsőre,
a tekintethez, ott nem lehetsz fáradt, ott nem ásíthatsz, mint a rádióban. Beszélünk, utána jön egy vagy két szám, közben ki lehet menni WC-re. Most például nem tudok kimenni, lehet, hogy kell, egyébként nem. De például ezt nem tudom megcsinálni egy élő interjúban, ugye, mert a tévében kötnek bizonyos komoly szabályok. Mind a kettőnek megvan a maga szépsége. Nekem az volt egy ilyen szerencsém, hogy párhuzamosan ilyen 11-12 évig, 3 évig, meg most is, hogy mindig volt rádió is és tévé is. Van egy ilyen rádiós ilyen szabály, hogyha mielőtt megszólalnál, tudják, hogy ki vagy, akkor a nyert ügyed van. De ehhez kell, hogy a tévében legyél. Egyszer Geszti Péter mondta, hogy a legnagyobb igen, az a nem. És akkor még nem tudtam, hogy ezt mire érti, és mostanában az utóbbi években sok olyan felkérés ért, például nem olyan, hogy a celeb vagyok, meg is kínálsz egy műsorban, és hívta Gangsta Zoli barátommal, menjünk, mi legyünk kvázi a hülye pár, jó értelemben véve, hogy például, hogy bizonyos műsorokat vissza tudunk mondani úgy, hogy nem nagy képen, hanem köszönjük szépen, ebben most nem szeretnénk részt venni, azért, mert van helyette más, az egy hatalmas igen, és így jön vissza ez a legnagyobb igen, az a nem, hogy az elején az ember ugye mindent el kell, hogy vállaljon, szerintem az tapasztalatban is nagyon jó. Aztán utána már egy kicsit szelektálsz, vagy utána pedig már nagyon. Uh-huh. És utána már a végén már csak azt csinál, amit nagyon szeretnél, ha szerencsés vagy. Én azt gondolom, most egy ilyen helyzetben vagyok, hogy azt csinálom, amit nagyon szeretnék. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.